Az első kérdés névtelenül érkezett. Úgy szól, hogy mit szólunk a Starbucks új vezérigazgatójához. Itt mondok néhány gondolatot, aztán utána a srácok mutatnak mindenféle szép diát, és alátámasztják esetleg azt, amit én mondok, vagy éppen ellent mondanak neki. Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben, amikor van egy elég heves piaci reakció egy hasonló bejelentésre, itt mondjuk a Starbucks pluszolt egy 22-25 százalékot, fejből mondom, a csipotlé meg ahonnan eljött a vezér, a leigazolt vezér, az esett egy komolyabbat. Tehát amikor van egy ilyen nagyon látványos, nagyon beszédes piaci reakció, azokra azért érdemes odafigyelni. Az a tapasztalat, hogy általában ezek az első piaci reakciók, ezek, ezek az értékítéletek rendben szoktak lenni, hogy ilyen szépen fogalmazzam meg. Bennett Stuart írt erről más témában, ott az akvizíciós témáról volt szó a Best Practice Ava könyvben, de szerintem ez egy ilyen CO váltás témában is nagyjából megállja a helyét. Itt a piac első értékítélete az az volt, hogy a Starbucks nagyot nyer ezzel a CO váltással, a Chipotle pedig komolyat veszít. Ki fog derülni. Ez nem áll azért annyira távol az én elsődleges véleményemtől. Az előjelbe teszem hozzá, hogy láttam már korábban ilyet, ahogy szektortárshoz igazolt egy sztár vezérigazgató. Vasút szektorban történt ez. Nem emlékszem már pontosan, hogy melyik tőzsdényegyzett cégeket érintette, és jó sok éve volt, úgyhogy őszintén megmondom, meg se találtam, most hiába keresgéltem. Ott az volt a sztori, hogy az a CEO az operatív hatékonyság növelésben nagyon jó volt, ezért ahonnan eljött annak összeszakadt a részvényár folyama, ahova leigazolták, az meg nyilván elszállt, mert hát volt ter az, operatív hatékonyság növelésnek. Itt most más a sztori. Itt most alapvetően a Starbucksnál szerintem, és majd a srácok kiavítanak, ha nem, szerintem a cégkultúra és a, a konzisztens élmény teremtés, az élménynek a, a felhasználói fogyasztó élménynek a konzisztenciájának a biztosítása az, ami, ami, nagyon lényeges. Ebben kell igazán kiemelkedően jónak lennie az új arcnak, az új CEO-nak, és azért a múltja úgy mutatja, hogy ebben, ebben nagyon nem rossz. Még egyet tennék hozzá is utána Máté és Peti a szó. Az előző CEO-val azért nem volt túl elegáns az alapító, akkor ezt még talán finoman fogalmaztam meg. Nagyon örülnék neki, hogyha ez a kör ennek a Star a leigazolása megoldaná azt, hogy egyre kevésbé kelljen a partvonal mellől beleszólni a Howard schultz a a dolgokban, dolgokba. Úgyhogy ezen a ponton vegyétek át, srácok, a szót mutassátok meg a, az általatok összegyűjtött konkrétumokat, stb. Oké, okay. pár érdekességet szeretnék kiemelni, egyébként összességében a véleményünk az ö, nyilván összevág Dávidéval. Ugye, ami tudni kell Brian Nikorról egy-két érdekesség, hogy 2000 2005-ben kezdett, ha jól látom, a Yum Brands alatt névű. A Yum Brands annyit érdemes tudni, hogy egy ilyen quick service restaurant bizniszeknek az összessége nagyjából, és a Pizza Hutnál kezdett talán 2005-ben, ha jól látom, Brian Nikol, és sokáig a, a Pizza dolgozott, utána a Taco Bellhez igazoltatták át ezen a Yum Brands umbrellán, Yum Brands esernyő alatt, és ezután került a csipotléhoz. Tehát a lényeg, ami ebből érdekes, szerintem, hogy majdnem 20 évnyi gyors tapasztalata van, és mind a három cégnél elég komoly teljesítményt tett le az asztalra. A csipotlénál emeltem ki azt, hogy 2018 elején nevezték ki vezérigazgatónak, és hogy látjátok itt a Chipotle-nek az EVA grafikonja, vagy hát az EVA alapú érték kimutatását. Ilyen 120 millió dolláros EVA termelésről 1,2 milliárdos EVA sikerült a csipotlét felskálázni, felpumpálni. Ráadásul olyan időszakban jött a, a Nikol oda a csipotléhoz, amikor ott is rengeteg operatív probléma volt, meg ugye volt ez az ételmérgezéses botrányuk, amiből nagyon nehéz volt újraépíteni pont a céges imidzset. Úgyhogy az vitáthatatlan, hogy Eva oldalon brutális teljesítményt tett le a Chipotle-nál, és egyébként a részvény ára is, ahogy nézegettem, ilyen 700%-ot emelkedett azóta, hogy 6 évőt kinevezték vezérigazgatónak. Egyébként a Taco Bell-nél hasonló, hasonlóan kiemelkedő eredményekre volt képes. Úgyhogy ebből a szempontból az, ami szimpatikus első körben, hogy rendes, tényleg piaci tapasztalata van abban a szektorban, ahol a, cip, a Starbucks is működik. Ez ugye Narasimhan esetén nem volt annyira elmondható, majd erre mindjárt visszatérek. Amiket így olvasgattam, vélemények egyértelműen van egy sikersztoria a Nikol mögött. Többször is a cégeket sikerült úgy megfordítania, amikor valami operatív döcögés közepette került ezeknek az élére. A Chipotle és a Takóbel is ilyen volt, úgyhogy a Starbucks eset egyébként ebből a szempontból szintén. Szerencsés, tehát itt is azért most vannak bőven operatív nehézségek, és, és már látott ilyet, tehát nem egy szárnyaló bizniszhez ment soha, hanem mindig ő volt az, aki akinek sikerült a változást előidézni. És ahogy, ahogy Dávid is mondta, ezt több helyen is olvastam, hogy egy ilyen culture carrierként hivatkoznak Nikkorra, aki az innováció területén és a kiemelkedő vásárlói élmények területén elég maradandót tett az asztalra mindegyik vállalatnál, ahol eddig dolgozott. Úgyhogy reméljük, hogy ez a Starbucks esetében is jól fog elsülni. Nyilván itt a befektetési tézis ezeken áll vagy bukik szinte. Úgyhogy ebből a szempontból nem is lehetne jobb választás. Hogyha egyet tovább menjünk, Peti, akkor itt még, én még pár, dolgo... pár dolgot, pár felsoroltam itt a bal oldalon, ami esetleg aggodalomra adhat okot, vagy kevésbé szimpatikus sokaknak. Az egyik az az, hogy nyilván nem kevés pénz bekerült, hogy átkerüljön ő a Starbucks szélére a csipotlétól. Nem annyira egyszerű kiszámolni pontosan mennyit fog keresni, de az első egy-két évében nagyjából az a tip, hogy ilyen 100 millió dolláros éves jövedelemre fog szert tenni, amivel egészen durván kiemelkedik a szektortársai közül, és ez már, -már ilyen, ilyen Big Tech CEO fizetésé növekedett elő. Többféle forrásból fog ez összeállni. A lényeg az, hogy ez elég komoly pénzbe kerül a Starbucksnak egyelőre, de hát reméljük, hogy megkeresi másik oldalon a, a, a jussát nyilván a csipotlétóval való eligazolás szerintem önmagában az volt a nagyon drága a Starbucksnak. Illetve ami mondjuk nekem nagyon nem volt szimpatikus, és majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul, az az, hogy állítólag kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő nem szeretne seattle költözni, ahol van a főhadiszállása a Starbucksnak. Most valahol Newport Beach környékén lakik, ez nem tudom, ilyen 1500 km a kettő egymástól. És a Starbucks látszóleg ezt elfogadta, ezt a feltételét, és hát most az a az a plegyka járja, hogy majd egy kicsi, ilyen kis mini irodát hoznak neki létre ott, ahol ő lakik, és majd ott lesz valami asszisztense, aki segít neki a day-to-day -day operációban, és majd egyébként nyilván a cég által fizetett repülőgépen jön meg, hogyha éppen muszáj neki mászkálni valamerre. Hát szerintem eléggé kérdőjeles, hogy ugye most az a trend van, hogy minden munkavállalót visszarendelnek a COVID után az irodákban. Mennyire fog működni ez a, ez a home office-ból vezetek egy a multinacionális vállalatot? Szerintem itt azért merülnek föl kérdések. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Nekem ez nem szimpatikus őszintén, de ettől függetlenül nyilván az ő érdeméből ez még, még nem von le, mint, mint operátor. És a Morningstar elemzését csak azért szerettem volna ide beszúrni jobb oldalra még, mert ők is azt emelték ki, hogy egyrészt az industry track rekordja az egészen kiemelkedő, Nikolnak, illetve hogy az időzítés is egészen, egészen kiváló, illetve az tény, hogy ők előre megjósolták azt, azt nem mondanám, de, de ők elég komoly aggályokat vetettek fel annól, amikor Narasim hát kinevezték, mondván főleg, hogy neki nem igazán volt tapasztalat ebben, a, ebben az iparákban. de azért a bukásaként ők is azt a bukásaként a bukását abban látják, hogy a az időzítés az nagyon rossz volt az ő kinevezésére, tényleg elég komoly makró szembeszélbe került most a Starbucks, plusz Kínában is ugye elég bonyolult a helyzet, úgyhogy az biztos, hogy nem könnyű időben került Nana Simhan a cég élére, de szerintem nettó Starbucks részvényesként nagyon jól fogunk járni ezzel a, ezzel a cserével. És Howard Schultz és Nikol között annyi esetleg az összefüggés, vagy annyi lehet az érdekesség, hogy állítólag egyébként Howard Schultzot nem keresték meg, mielőtt kinevezték volna ezt az új vezérigazgatót. Ezt azért szerintem nehéz elhinni, de minden esetre ez a, ez a plegyka járja. Viszont amikor megtudta, akkor, akkor mindenképpen nagyon boldog volt állítólag. Én ilyen interjúkat olvastam. És ez, amit Dávid említett, hogy, hogy Schulz után nem egyszerű betölteni ezt a helyet, vagy ezt a, ezt a vezérigazgatói posztot, ezt mások úgy, úgy fogalmazták meg, hogy Howardnak elég komoly az árnyéka. Mondván nem lehet valaki, olyas, valaki olyas figurát beültetni, aki, aki esetleg ebben, ebből nem tud ki mászni ebből az árnyékból, vagy nem lók ki neki a, a fénye, nem, 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 ragyogja túl ezt az árnyékot, és, és Igazából én nagyjából azt az egybefüggő véleményt láttam mindenhol megjelenni, hogy az egyetlen ilyen vezérigazgató igazából ebben az iparágban az Brian Nicole, aki erre képes lehet. Úgyhogy meglátjuk. Szerintem netto mindenképp pozitív hír. Nyilván ez a 30 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mozgás, ami plusz 20 a Starbucks mínusz 10 a csipotle oldalán megjelent, az azért elég brutális. Szerintem rendben lesz a cég, én örülök neki ennek a vezetőváltásnak, mindenképpen jókor jött. Um, úgyhogy meglátjuk, hogy mit fogunk tudni belőle, mit fog belőle tudni kihozni. Az biztos egyébként, hogy a Starbucks operatív um, azért nem egy-két négy év alatt fognak megoldódni, szóval szerintem csodát nem érdemes várni, de hosszú távon az alap business drivereket szerintem nagyon helyre tudja rázni ez a vezető. Oké, okay, szerintem alapvetően megválaszoltuk a, a dolgot eléggé kimerítően. A rövid válasz az, hogy inkább pozitívak vagyunk, mint nem, és mint minden ilyen esetben várjuk az eredményeket, számszerű eredményeket a kommunikációt és annak az integritását, meg, meg konzisztenciáját, és itt szemszerű eredmények alatt nem azt értjük véletlenül se, hogy itt fél év alatt kellene megváltani a világot, úgyhogy ennyi. Ha tetszett ez a részlet, és kíváncsi vagy a teljes videóra, akkor látogassd meg az intelligensbefektetők.hu oldalt, amit a videó leírásában megtalálsz. Ha te is szeretnél befektetőként velünk közösen a következő szintre lépni, akkor pár kattintással részese lehetsz egy egyedi, heti rendszerességgel frissülő, szigorú szakmai elvek mentén összeállított platformnak és a köré épülő támogató befektetői közösségnek. Reméljük hamarosan téged is klubtakként üdvözölhetünk, addig is szívesen állunk rendelkezésedre e-mailben a hellokukacintelligensbefektetők.hu címen.